Na végre, valami történik. Na, jó napot kívánok, kezdem előről. Szóval, mi van? Na? A kép meg nem rossz. Bocsánat, hogy itten akadozgatok, csak bambulok a képernyőre, hát ha kiderül valami számunkra. Ember nem tudja megállapítani, hogy ki hol van. Az egyelőre az rejtély. Azért ezekből a képekből látszik, hogy iszonytató technika. Repülővel szállítják el. Mire felrakják, mi is ott leszünk a gépen. Hogy ezt hogy fogják majd megoldani a végén, hogy ebből ne legyen cirkusz? De nem is értem, hogy miért, vagy hogy. Ha szabad, ha nem, ezt valahogy megcsinálja. Csak ha jó, messze leszünk innen. Azt a minden, de dühös. Uh-huh. Jó lenne már látni, mit csinálnak. És itt jön kívülről, na, akkor menj csak. Na, ez még egész érdekes lesz. Hát itt hátul nem lesz nehéz dolga. Ő úgy gondolja, hogy neki ott keresni valója van. Na, akkor Gyula, fordíts. Majd kapsz te még a fejedre ezért. És ez most mi volt? Erőszakoskodik a drágám. Na. Ügyes fiú. Hát, nincs komoly legény itt a vidéken. Hát, csak emlegetni kellett. Hátán átizzadt az ing. Gyula, akarsz róla beszélni? Ez az úriember Magyarországon lett világhírű. Kemény gyerek. Gyula, nem komolyan kérdeztem, hogy akarsz róla beszélni. Kicsit poros még a pálya, lehet látni. Ők ketten ott elbarkácsolnak egymással. Hát nehogy igaz legyen, hogy tényleg meccselhetnek. Nagyon vágta az egyik szerelőt. Szegénykém kapott. Ez tényleg meglepő. Ennyit tudsz mondani? Igen. Tehát itt még problémás pofoszkodás lesz. Tehát ezt jó barátságban nem hiszem, hogy végig lehet csinálni. Ezt a bolyát el kell onnan venni. Úgy van. Tehát ez egy hosszabb bunyó lesz. Most kezdik el a valójában hasonló súlyú meccset. Esély nem sok van vele szemben, én azt mondom. Picit ráterhet balvállal, és szevasz van. Hát ez hihetetlen. Na így legyen a kösöm a lottón. Elkapta? Elkapta, kérem. Engedj már el. Tehát üti szét mindenen. Élet-halál harc megy kettejük között. Na ők ketten egymásra leltek szerintem. De ez gyönyörű egyébként, Gyuszi. Azt mondd meg nekem, hogy még kellett bejönni középre. De várjál. Ez sportszerűtlen volt. Na de, oly de beesett. Úgy beesett oda belülre. Elindul? Biztos, hogy... Előrefele fog menni. Igen, hát legalábbis reménykedik benne. Hoppá! Nem érezném magam komfortosan, hogy lehet előállítani ezt a pszichés helyzetet. Na, színesítjük a meccset, srácok. Ők is szeretnének kijönni hancúrozni? Mert ez nem vicces, tehát... Nem tudom, mi lesz ebből így. Hát... izgi lesz. Viszont nem annyira. Rettentő rossz helyen van a pályám. Ajjaj. Tehát ott abba volt olyan 150 liter üzemanyag most. Du-du-du-du. Nagyon jó. Ennek annyi. Látszik, hogy centiről centire ugrik el. Ezek arra vannak szocializálva, hogy az élethatáron küzdjenek. Nagyjében ott maradt, aranyosan, én meg majd leszedem. Úgy van. Hogy lehet ilyen gyönyörűen alul? Hoppá! Ébredjél föl, öreg! Na, bocsássál meg! Köszi szépen! Most nem tudják, hogy mi van. Igen. Csak ne ezt mutassák most, mert pont megy a csata fönt. Úgy, köszönöm. Itt egy méter nincs arra, hogy valaki egy kicsit úgy ellazuljon. Hova tekintget? Tiszta olaj a féktáv egyébként. Ujjjjj. Mozdulj meg! Igen, itt már érezte, hogy gondok vannak. Hú, de nem egyszerű ezt egy ula. Magához tért. Aha. Ez nehéz lesz. Ez nem lesz könnyű. Te nem már megint itt vagy? Most még álmok fut egy jót. Na kérem szépen, megint egymásra akadtak. Nem lesz ennek jó vége, mert egy idő után elszakad a cérna valakinél. Ojjaj. Ez veszélyes lehet. Mit mutat be ez a két ember? Azt a mindenit, de agresszív! Ez... Kap még sok csúnya pofont. Na most megveri. Behúz! Egy de agresszív, és milyen precízen csinálja. Meg készül a jobbosra. Teljesen padlón. Ajjaj. Az baj. Lefele, te idióta. Hú. Hát, szakmaiak azt tudom mondani, hogy így járt. Elég meleg a szitu. Nem kell még kijönni egy úszé? Nem. Nem megy ki. Hagyd a fenébe. És nem tört el. A gumiüveg. Fusson ki, merre lát. Elég lelkesen égett ott minden. Ajjaj, bedurrant az üzemanyag. Gyerekek, ezt ne.
Jézusom! Ennek be kellett következnie. Laci, de... Majd megjavítják, elviszik valami szervizbe, azt megjavítják, Gyula. Próbáld meg a fantáziádra hagyatkozni. Jó. Majd Kairóban gépre rakjuk. Akkor jön a B-terv. Megerősített őrséget mellé. Hú, mi van itt? Itt már semmilyen sztori nem jön be, Gyuszi. Nem igazán tetszik neki, amit lát, nem csodálom.